Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Sportál TV nézőit, ez itt újra a hazai pálya, a magyar labdarúgással foglalkozó műsorunk, most is élőben vagyunk, hiszen hamarosan pályára lép újra Novák Korosz irányította a magyar labdarúgó válogatott, ezúttal Koszovó lesz az ellenfél, a stúdióban pedig itt van velem Tőser Norbert, a sportál.hu újságírója, szia Norbi, Kajzer Tamást pedig kapcsolni fogjuk majd szokás szerint a stadiontól. Először játszik ez a két csapat, te mit vársz a találkozótól? Hát most mondanám, hogy persze minden kötelező győzelem, de hát ilyen nyilván nincsen. Azért, és még akkor se, hogyha mondjuk az a koszovói válogatott a 102. a világranglistán. Hát nem tudom, tehát azt nézd, ugye tudjuk a kezdőcsapatot, 7 helyen változtatott Marco Rossi. Nyilván elmondta a kapitány, hogy nem, tehát mindennek oka van, hogy miért változtat, ez nem kísérletezgetés, hanem már az Európa-bajnokságra készül a csapat, és akik itt vannak, valószínű az EB-n is szerepet kapnak. Hát akik kevesebb játékot kaptak, vagy játék lehetőséget kaptak Törökországra, most gondolom, most szeretnék megmutatni, hogy érdemesek arra, hogy esetleg a kezdőcsapatba kerüljenek. Miatt megnézzük, akkor hogyan áll föl majd a magyar válogatott. A Törökország elleni mérkőzést nagyon röviden elemezzük ki. Kint voltál a helyszínen, nyertünk 1-0-ra. Szoboszlai Dominik 11-esével nagyon jól védett Gulácsi Péter, ugye most nem ő fog majd pályára lépni, hanem Dibusz Dénes. Rád milyen benyomást tettek a srácok? A Gula. Ő is, meg... Hát én Dibusz Dénes párti vagyok, de nyilván nem én vagyok a szövetségi kapitány. Hozzáteszem, tényleg jó, tehát volt 5-6 védése a Gulácsi Petinek, ami hatalmas védés volt. Hát biztos nehéz lehet eldönteni, hogy kit rakja a kezdőcsapatba kapus szinten. Amúgy is nehéz, de itt aztán az EB-re. Hát én hajlok rá, hogy a Gulácsi Péter lesz az első számú kapus. Nyilván megérdemli, de nem én döntöm el. Hát a csapatjáték pedig, hát kicsit el vagyunk már kényeztetve szerintem. Az a sorozatos 13 veretlen meccs óta nem játszottunk jól. Sőt, a kapitány ki is emelt ugye a támadókat, Varga Barnit, Szoboszlait, Sallait, hogy tudnak jobban is játszani. Én szerintem a törökök jól játszottak. Tehát lehet, hogy mi visszafogottabbak voltunk, de a törökökön látszik, hogy az egy meghatározó csapat lesz az EB-n. Tehát ők is csoport elsőként jutottak ki az Európa-bajnokságra. Ott ugye edzőváltás volt, ez a Montella szerintem összerakta, látszott, letámadtak az elejétől kezdve, úgyhogy kicsit szerintem ezzel lehet, hogy meglepte a válogatottat, vagy nem tudtunk ezzel mit kezdeni, hát inkább most derüljön ki, mint az EB-n, azt mondom. Ha már azt mondtad, hogy Dibusz Dénes párti vagy, ugye mögötted Dibusz Dénes, Gulácsi Péter, Kerkez Milos és Vili Orbán, őket emeltem ki, ugye a hazai pályában ez már egy kvázi megszokott dolog. Mennyire hiányzott Orbán? Hát azt veszem, hogy nem kaptunk gólt. Mert kicsit ott a balokbotondon éreztem, hogy kicsit most korábban jól játszott, de most valahogy kicsit visszafogottabban. Nem tudom, hogy ezért, de ugye most ki is maradt a kezdőcsapatból. Hát nyilván a Willinek kezdőben a helye, tehát ott van a helye a védelem tengelyében. De szerintem ugye a Lang Ádám is nagyon megoldott, a Szalai Attila főleg, ahhoz képest, hogy ő nem játszik a Bundesligában, ahhoz képest olyan, hogyha mindig játékban lenne, tehát jól játszott szerintem a Kerkez Milos. Ugye 60 percet kapott emlékeim szerint Törökország ellen, most pedig kisebb sérülés miatt elővigyázatosságból ugye nem fog pályára lépni. Hát én nem féltem, én szerintem azt mondom, a Nagy Zsolt lesz a helyén. És lehet, hogy megharagszanak, de én a Nagy Zsoltot jobb játékosnak tartom jelen pillanatban, mint a Milost. Az utóbbi meccsek elmutatott teljesítmény alapján. Ugye a Zsolti is, a Nagy Zsolti is sérülésből jött vissza. Most mondhatjuk, hogy igaz, hogy az NB1-ben játszik, de szerintem neki ott van a helye a kezdőben, vagy ott lenne. De hát ezt meg én nem én döntöm el. És akkor itt a kapus kérdés. Ugye Gulácsi Péter sokáig nem játszott, hiszen egy súlyos sérülésből tért vissza. Dibusz Dénes a Ferencvárosban, mind hazai szinten, mind pedig az európai kupaporondon bizonyított a válogatott EB kijutásához. Ő is mindenképpen kellett, nagyon nagy szerepe volt neki is. És akkor itt van Gulácsi Péter, aki szintén egy kiváló kapus.
értem, hogy ez egy kellemes gond, de hogy kellemes gond? Tehát, hogy a két játékos is készül, azért más az, amikor tudod, hogy van egy dedikált első számú kapusod, és te vagy az, és a másik meg úgy készül, hogy akkor jó, ha bármi történik, akkor majd én csereként pályára lépek. De melyik az a kapus, aki tudja, hogy ő az első számú? Hát itt... Hát a kapitánynak kellemes gond, így nyilván. De ahogy észrevettem a Marco Rossit, mint a feszélyezni, tehát ezek a újságírói kérdések mindig is feszélyezik, ez inkább különösen, hogy a kapus kérdés. Mert hogyha a Gulácsi Peti véd, akkor miért nem a Dibusz Dénes, ha a Dibusz Dénes véd, akkor miért nem a Gulácsi Peti, a nyilván mindenki szövetségi kapitány az országban. Az én megérzésem, amit az előbb mondtam, hogy a Gulácsi Péter fog védeni. Tehát ez az ilyen elszólásokból, hogy ugye nem a Tisza Kécska kapusa, hanem a Leipzigé, az még hagyján. De utána a tegnapi sajtótájékoztatón is szintén kérdésre elmondta, hogy nem akarja megbántani a Ferencváros szurkolókat, de a Lipcső és a Ferencváros más szintet képvisel az európai porondon. Hozzátette igen, hogy a két kapus viszont közel azonos teljesítményre képes, az egyik ebben jó, a másik abban. Hát én elmondtam véleményemet, nyilván, de én azt érzem, hogy a Péter lesz az első számú. Nagy bánatom, hogy Benji nincs itt most velünk a kapusokkal kapcsolatban, azért mégiscsak ő a szakértőnk. Dehogy is. Ha te Dibusz párti vagy, szerinted Dénes miben jobb? Tehát ha te lennél a szövetségi kapitány, akkor miért Dibusz Dénessel kezdődne a válogatott az EB-n nálad? Szerintem sokkal több bravúra képes. Igaz, hogy mind a kettő vonalkapus, hogy nevezzük így csúnyán, de a Dénes sokkal több pontot tud szerezni. Tehát kellene, most Törökország ellen megmutatta a Gula is, hogy igen, tehát hogy ha nincs bravúrja, akkor akár ki is kaphattunk volna. De a potyát azt a Gulácsi Péternek a teljesítményébe el tudom képzelni. Tehát nem bántásképp mondom, de hogy amikor általában az ilyen kapus sors, hogyha nagyon nagy bravúrjai vannak, akkor utána következik egy ilyen bevédett labda, vagy egy ilyen potyagól. Ne legyen igazam, de a Dénesre sokkal jobban, ahogy zárja a szöget, sokkal jobban tudja segíteni a csapattársait. A Fradiban, hát most meg a válogatottban is nyilván, ezen a 11 meccsen, mint védett sorozatban. Az az összhang szerinted mennyit számít, hogyha azt feltételezzük, hogy Vili Orbán egészséges, ott van a válogatottban a védelem oszlopa, és mögötte Gulácsi Péter áll, vagy mögötte Dibusz Dénes áll? Hiszen ugye a klubcsapatukban is együtt játszanak, tehát hogy az ő összhangjuk szerintem még inkább egy szinten feljebb van. Ez számíthat? Ez figyelembe veheti Marco Rossi? Szerintem nem. Hát, hogy figyelembe veheti, azt nem tudom, de szerintem nem számít, mert ebben igazad van, hogy egy csapatban védenek, de amikor nem védett a Gulácsi Peti, akkor a Dénesse ugyanúgy megvolt az összhang. Tehát én nem emlékszem olyan nagy zűrzavarra a védelemben. Nem. Lehet, hogy volt, de olyan szembetűnőre nem emlékszem. Úgyhogy szerintem ez nem számít. Nekik lehet, hogy ők most ugye hogy a csapattársak, de szerintem ez annyira nem befolyásolja az összhangot. Na, hát akkor egy kicsit ellátogatunk most a Puskás arénába. A mérkőzés előtt természetesen Kajzer Tamásik megkérdezték a szurkolókat, hogy ők mit várnak a mostani mérkőzéstől. Mit vártok a mai mérkőzéstől? Hát egy sima győzelmet. 3-0. Gólszerzők? Remélhetőleg Schäfer játszik, és ő hármasával. És te mire számítasz ma? Egy 2-0-ra. Szerző? Egy Szoboszlai és Schäfer. Egyértelmű győzelmet nyilván, és igen, alázást. 3-0 minimum. 3-0 abszolút. Hát szerintem egy 2-0 minimum, de 3-1. Hogy izgalmas legyen, legalább annyi. Én szerintem nyerni fogunk. Lazán. Lazán? Igen. Én úgy gondolom, lazán fogunk nyerni. Remélem, a Szoboszlai rúg egy gólt. Én azért jöttem. Ő a kedvenc? Igen, természetesen. És mit vártok összességében a magyar válogatottól idén? Ugye ott az EB, aztán jönnek majd a világbajnoki selejtezők. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó felkészült a csapat. Én bízom benne, hogy minél jobb eredményt érünk el.
továbbjutás szempontjából is, úgyhogy szerintem jók leszünk. Egyrészt az EB csoportkörben szép szerelés, nem muszáj a továbbjutás, de azért egy izgalmas hazai mérkőzésekre kíváncsiak vagyunk. Én mindenképp továbbjutást várok, szerintem meg lesz. Szerintem továbbjutás benne lesz, egy olyan legjobb 16 közé minimum, de jobb lenne még följebb jutni. Én látom benne a potenciát abszolút, úgyhogy meglátjuk. És mit gondoltok, hogy kivel a kapuban történhet majd meg mindez, hiszen ugye Márkó Rosszinak ez egy komoly fejtörést okoz. Ti kit választanátok, Dibusz Dénest vagy Gulácsi Pétert? Hát nyilván nehéz a kérdés, mert Dibusz nagyon jól szerepelt, de hogy Gulácsi ugye a sérülésből, ahogy visszatért, szerintem nagyobb minőséget képvisel a németországi teljesítményével. Én inkább Gulácsit várnám. Te? Hát én Rosszival értek egyet, adjuk meg a császárnak, ami a császárré, tehát Gulácsi. Hát én is egyet értek, abszolút. Szerintem Gulácsinak adjunk esélyt, ezt meglátjuk. De szerintem ő a legjobb döntés most. Én nagyon szeretem mind a két kapust, de hát én fradista vagyok, úgyhogy Dibusz Dénes. Dibusz Dénes. És miért? Azon túl, hogy fradista vagy? Én szerintem ő azért most nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy itt lehetünk, és én szerintem megérdemelni, hogy ő védjen. Én azt mondom, hogy szerintem Gulácsi. Nekem ő a jó szerintem. Szerintem Gulácsi. Miben jobb szerinted, mint Dibusz? Hát szerintem taktikusabb, jobban tudja irányítani hátulról az egész csapatot. Én úgy gondolom, hogy ő. És nálad Gulácsi vagy Dibusz? Én is úgy gondolom, hogy Gulácsi. Szerintem szebbeken véd. Szebben véd Gulácsi Péter, az nem tudom milyen lehet, de a fontos kérdező már itt is van. Kajzer Tamás kollégánk a Puskás Aréna elől jelentkezik. Szia, Kajzi! Sziasztok! Köszöntöm én is a Sportál TV nézőit és a hazai pálya élő nézőit. Nem tudom, látszik-e, hogy azért szépen hömpölyög, vagy érkeznek a nézők. De bár benn is nagyon-nagyon sokan vannak. Én akkor voltam bent, amikor a kapusok kiérkeztek, hát már az egy óriási üdrivalgást hozott magával, aztán nyilván kijöttem ide a stadion elé, hogy ugye tudjatok kapcsolni, és innét kintről hallottam azt a még hangosabb üdrivalgást, amikor a mezőnyjátékosok megérkeztek a pályára, úgyhogy elképesztő hangulat várható ma is, ugye azt lehetett tudni, ugye, hogy gyakorlatilag telt ház lesz, azért ezt ízlelgessük egy picit, hogy Koszovó ellen ma már nem lehetett jegyet kapni, de a több mint 60 ezer fő befogadására alkalmas Puskás stadionba. Felteszem szokásos kérdésemet, gondolom beszélgettél a többi újságíróval is. Először találkozunk a koszovói válogatottal. A többiek mit várnak ettől a mai mérkőzéstől? Én azt gondolom, hogy egyébként, ahogy mi is Pics Tibi kollégával, egy magabiztos győzelmet várunk, és így van ezzel mindenki. Nagyon-nagyon fontos szerintem a győzelem mellett az, hogy ugye 7 helyen változtatott a szövetségi kapitány ezen a mai összeállításon, a pénteki összeállításhoz képest, hogy ez a 7 játékos ugye lehetőséget kapjon, és bizonyíthassa, hogy helye van nyáron az Európa-bajnoki keretben. Úgyhogy szerintem az eredmény az ebben a helyzetben, jelen pillanatban alapvetően másodlagos. A legfontosabb, hogy ezek a játékosok is, akik között nyilván van olyan, aki alapembernek számít, vagy számított a válogatottban korábban is, például Ádám Martin, vagy ugye ma bekerült Dibusz Dénes is a kapuba, hogy megmutathassák magukat, és ugye ez a mai mérkőzés, meg majd a következő 2 Írország és Izrael ellen a legjobban, a lehető legjobban szolgálja majd az Európa-bajnoki felkészülést, és szerintem senki nem lesz szomorú, hogyha ne hagyj Isten, ma nem nyerünk, de mondjuk majd az Európa-bajnoki csoportból tovább megy a magyar válogatott. Ugye te is föltetted a kérdést, hogy Gulácsi Péter vagy Dibusz Dénes. Egyrészt engem érdekelne, hogy megkérdezted-e, hogy milyen az, amikor valaki szebben véd? Nem. Nem, azt nem. Én értettem, hogy mire gondol a hölgy. Nyilván ugye azért itt a szurkolók nem feltétlenül vannak mindig, ugye, olyan állapotban, vagy olyan helyzetben, hogy fölkészülnek arra, hogy most egy másodperc alatt odadugják az ember orra alá a mikrofont. Úgyhogy értem, hogy úgy gondolja, jobb kapus, ugye, Dibusz Dénes, mint Gulácsi Péter. Én ebben nem tudnék dönteni. Én egyébként, ha már itt ugye kicsit belenéztem én is az élő adásba, és ugye láttam azt, hogy azért ti is beszélgettetek erről. Az én véleményem az, hogy lesz majd 3 mérkőzésünk egészen biztosan az EB-n, és ott adott esetben, hogyha úgy hozza a sors, akkor meg lehet osztani 2-1 arányban,
ezt a szituációt, de mivel Dibusz Dénes védte végig a selejtező sorozatot, és tulajdonképpen azért sokat köszönhetünk neki is, hogy ott vagyunk az EB-n, én alapvetően emiatt szavaznék Dibusz Dénesre, bár nyilván az én szavazatom nem számít, és majd úgyis Marco Rossi dönti el, hogy ki áll majd a kapuban. Azt tudjuk, hogy teltház lesz. A hangulat milyen volt? A vonuláson részt vettetek-e? A vonuláson ezúttal nem tudtunk részt venni, pontosan azért, hogy a szurkolókkal tudjunk beszélgetni, de nagyon vidám és optimista a hangulat egyébként, tehát szerintem itt mindenki tényleg arra számít, amit itt néhány szurkoló is elmondott, hogy egy sima magyar győzelem születik a mai este folyamán. Én egyébként azt gondolom, hogy nem lesz ez egy olyan egyszerű mérkőzés, mint ahogy itt néhányan gondolják, hiszen azért ez a koszovói válogatott nem egy rossz csapat. Azt mi pontosan tudjuk, hogy a volt jugoszláv utódállamokban, vagy a délszláv államokban milyen csapatok, milyen válogatottak vannak, és ugye mi is azért emlékezhetünk arra, noha Albánia azért egy sokkal magasabban rangsorolt válogatott, tele ugye szériás játékosokkal, hogy azért annak idején a világbajnoki selejtezőben, hogy mennyire megszenvedtünk velük. Vagy én hasonló játékerejűnek tartom egyébként Koszovót, mint mondjuk a bolgárokat, és ugye az sem volt egy sétagalop az őszi mérkőzés, hát azt Ádám, te tudod a legjobban, hiszen te kint voltál ugye a helyszínen, én már nem is emlékszem, hogy hol voltatok ugye Bulgáriában, annyit változott ugye a meccs helyszíne, de hát ugye ott is a végén egy öngóllal tudtuk kvalifikálni magunkat az EB-re. Hát igen, végül is ugye Szófiában mentünk kalandos úton Baczynszky Ádám kollégával. Szoboszlai Dominik meze volt a mai napon is, amelyik vitte a prímet? Gyakorlatilag az volt az első, amely szembe jött velem, amikor itt elkezdtünk ugye szurkolókat faggatni, és tulajdonképpen ahogy ezt befejeztük, és bejöttünk, bementünk a média helyre, az utolsó is egy szoboszlai mez volt, amit láttunk. Nyilván Szoboszlai Dominik elképesztő, hogy milyen népszerű. Próbálom közben mutatni, hogy ugye folyamatosan érkeznek még mindig a szurkolók, de a Puskás Arénához a Szoboszlai Dominik nyilván a number one, de hogy hallhatátok, Séfer András is nagyon-nagyon népszerű, de én azt gondolom, hogy amit pénteken is mondtam, hogy ebben a válogatottban gyakorlatilag nem lehet nem kedvencet találni. Kajzi, nagyon szépen köszönjük, várjuk természetesen mi is, és a nézők, olvasók is majd a mérkőzés utáni interjúkat. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk most is. Hát Norbi, akkor mi pedig térjünk át, nézzük meg, hogy akkor hogyan áll föl ma a magyar válogatott Koszovó ellen. Dibusz, Lang, Szalai, Nagy, Ádám Martin, Szoboszlai, Bolla, Gazdag, Stiles, Nagy Zsolt, Dárdai. 7 helyen változtatott, ugye, Marco Rossi. Ami nem meglepődés, ugye a Dénesnek, mert ugye elmondta a kapitány korábban, hogy aki véd az első meccs, csak a másikon a másik kapus. A Dárdai Marciban biztos voltam, hogy ugye már törökök ellencsereként lépett perre, biztos voltam benne, hogy kezdőcsapatba kerül. Azt nem tudom, hogy most a Nagy Zsolt annak köszönhetően került be, hogy a Milos megsérült, vagy amúgy is ez tervben volt, nem tudom. Illetve a Bola Bendegúznak is, igen, ugye jobb szélen, vagy jobb védő, most hogy jobb futóként fogalmazunk. Én több lehetőséget, én jó játékosnak tartom. Legalábbis sokat láttam őt játszani, akár a Fehérvárban, akár Zalaegerszegen. Nem véletlenül, hogy külföldre került, úgyhogy szurkolok neki is. A Stiles is bekerült ugye a kezdőbe, aki szintén csereként játszott a törökök ellen. A Gazdag Dani is, most nem tudom, ugye úgy volt, hogy a Sallai Roland kezd Szoboszlai mellett, aztán egy pár perce később a Gazdag Dani került be oda, nincs infom, hogy most akkor a Roli is megsérült, vagy csak rosszul lett megadva először a kezdőcsapat, nem tudom. Úgyhogy, hát és Ádám Martinban is szerintem nagyjából, most a Varga Barni nem játszott jól a törökök ellen. De így is volt mondjuk 2 helyzete. Igen, és de attól függetlenül szerintem, hogy ha ott mondjuk 2 szerez a Barni, akkor is szerintem az Ádám Martin megkapta volna most a kezdőcsapatban a bizalmat.
Ugye játszott már az előző mérkőzésen is. Szerinted ő most jobb formában van? Adam Martin. Igen. Mint? Mint amikor a selejtezők voltak. Ugye nála is fölmerült nagyon sokszor az, hogy akkor milyen fizikai állapotban van ő. Hát erős. Erős fizikumú. Hát nem tudom megítélni. Tehát most te hova helyeznéd a koreai bajnokságot? Tehát, hogy messze van, nincs szem előtt, nem igen. Látjuk, szerintem a kapitány se látja. Azt most tényleg játszol, és szerzel két gólt, az dicséretes, csak nem tudom, én nem látom a dél-koreai bajnokságot, hogy milyen magasak ott a védők, meg mennyire tudja érvényesíteni az erejét. Valamiért nyilván kell egy ilyen robosztus csatár, egy ilyen center, aki mondjuk esetleg megtartja a labdát, teljesen más, mint a Varga Barni, már nem csak felépítésre, hanem mint center. Gondolom ez is a taktika része, vagy a kísérletezés része, hogy biztos lesznek olyan periódusok az EB-n, amikor a labdát kéne tartani, vagy meg kéne próbálni megtartani a labdát erről. Hogyha megnézzük a magyar válogatott keretét, Tóth Balázs nem kapott idáig szerepet, és vélhetően nem is fog pályára lépni a mai mérkőzésen ő sem, ugye ő a Fehérvár kapusa, és akkor ha megnézzük, ugye Mocsi Attila, Szalai Gábor, ők azok, akik a védők közül nem léptek idáig pályára. Négó játszott? Játszott az előzőben ellen. Kezdő volt, igen. Igen. Hát még a Bancsa Zalán így van. Ha jól látom, meg a horvát. Krisztoffer, ugye igen, ő igen. Se játszott. Ugye Bancsa Zalán édesapjával készítettél egy interjút, ezt már elmondtuk. Érdemes lenne őt bevetni, kipróbálni? Hiszen a belga bajnokságban azért lövi rendesen a gólokat. Hát szerintem mindenképpen, tehát ha abból indul ki, hogy van még egy Írország elleni idegenbeli meccs, meg Izrael ellen. Igen. Én azt mondanám, az a sejtésem, hogy az Írország elleni meccs lesz az, amikor úgy, aki ott kezdő, mint hogyha az lenne az EB-n az állandó csapat. Nyilván a Vancs az alá nem tartozik bele, de éppen ezért én most Koszovó ellen kipróbálnám. Legalább egy 60 perc után, vagy 60. perc után mindenképpen. Nem tudom, hogy alakul a mérkőzés, de biztos én beraknám őt mindenképpen. Hát a Horváth Krisztoffer szerintem őt is be lehet nyugodtan. Tehát azért a Kecskemétben bizonyítja, hogy ő azért nem ijed meg senkitől. Tehát még a Fradi ellen is jól játszik mindig. Általában úgy, hogy hát Mocsi Attila szegény sajnos szerintem nem fog játszani, mert ugye ő is belső védő, ott megvannak az állandó csapattagok, vagy kezdőjátékosok, Szalai Gabi sem szerintem. Tehát a védőknél tud ez olyan, mint a kapusoknál, hogy a Tóth Balázs is nyilván tisztában van vele, hogy annak is örül, hogy behívták, ugye, ahogy a nyáron neki alakult a pályafutása, hatalmas teljesítmény, hogy ott van a keretben, és a védőkre ugyanez igaz szerintem. Úgyhogy nem tudom, még a Koszovóról még talán annyit akartam elmondani, hogy nézve a szurkolói videókat, ugye a törökök ellen is az volt, hogy mindenki magabiztos győzelmet vár a szurkolók közül, aztán lett egy 1-0-as győzelem, ami szép és jó. Mert győzelem? Igen, viszont és akkor egy Koszovó 102-dik, de valahogy ez ilyen, teljesen ez a, ugye mondják ezt a jófajta dumát, hogy a sötét ló, de tényleg, tehát ha megnézed az EB-selejtezős eredményét, azért Svájc, ami közös csoportban vagyunk az EB-n, és két döntetlent értek el ellene. Ugyanakkor kikaptak kétszer Fehér Oroszországtól, szóval nem véletlenül ötödik helyen végeztek csak a csoportban, de azért jelzi, hogy azért képesek. Románokkal, csoportgyőztes románokkal is döntetlent játszottak, tehát azért képesek odaszúrni a nagyobb csapatoknak, aztán képesek nyilván a gyengébektől kikapni, úgyhogy... Úgyhogy nem tudom, én... Hát és a magyar válogatottnak is az EB selejtezőn is, ugye az erősebb csapatok, mint Szerbia ellen volt két jó mérkőzése, és a papíron gyengébb, mondjuk ezt válogatottakkal, hát pedig megszenvedett. Bolgárok ellen is szenvedtük, Litvániában ugye, hát igen. Tudjuk az eredménysort, úgyhogy... Hát nyilván nem az eredménye fontos, én is azt mondom most, tehát most nyilván egy vereség az csúnyán néz neki, de... Nyilván nem az eredménye fontos, hanem az, hogy tényleg kialakuljon az a mag, az a 13-14 játékos, aki szerintem állandó játékot kap majd az EB-n. Ugye, amikor készítettünk
tavaly egy interjút Márko Rosszival, egy hosszabb interjút Pics Tibor kollégánkkal, akkor ott elmondta Márko Rossi, hogy hány meccset kell játszania, hogy az örök ranglistán a magyar válogatott szövetségi kapitányi sorában folyamatosan följebb lépkedjen. Neki szerinted ez mennyire van a fejében, hogy milyen rekordokat dönthet meg? Egyáltalán nem, szerintem. Biztos, nyilván tisztában van velem, azt mindig elmondja, hogy ugye most Mésző Kálmánt érte be, most éri be, ugye 61 lesz, igen, tehát most beéri Mésző Kálmánt. Előtte már Sebes Gusztáv van, és a Baróti Lajos, azt hiszem ők ketten vannak még előtte. Hát szerintem ez nem foglalkoztatja. Nyilván hatalmas megtiszteltetés, meg elmondja ezeket a tiszteletköröket, hogy olyan csúnyán fogalmazzak, de hát szerintem most kisebb és nagyobb gondja annál, mint hogy ezzel foglalkozzon. Szép, tényleg szép szám, mert Mésző Kálmánt beérte, viszont már győzelmek számában el is hagyta korábbi háromszoros szövetségi kapitányt, úgyhogy hát azt hiszem Sebes Gusztáv 69-nél tart. Ha azt veszed, hogy van még ezen kívül két meccs, meg az EB minimum három, az még öt. Aztán nem tudom, hogy alakul a szövetségi kapitány sorsa az EB után. Szerinted függ attól? Tehát egy rossz szerepléssel, három vereséggel? Ja nem azt, nem arra értem. Hát szerintem nem. Tehát hogyha három vereséggel jönnénk haza, akkor sem. Tehát szerintem senki nem venné a fejét. Tehát most már 2018 óta, ugye 6 éve lassan szövetségkapitány, nem is emlékszem, mikor volt ilyen sokáig. Hát talán Baróti Lajos volt annó, de szerintem amilyen eredményeket elértünk Márko Rosszival, kizártnak tartom, hogy mondjuk három vereség után azt mondanák, hogy na, viszontlátásra. Esetleg ő benne esetleg megfordulna, mint hogy esetleg valami sérelem érje az ő renoméját, vagy a eredmény sorát, de szerintem nem ezen múlik. Én arra értettem, hogy ugye a szóbeszédek, hogy nagyon sokan hívják más hát csapatokhoz, igen. Esetleg az befolyásolhatja, hogy itt marad-e vagy sem. Hát vagy esetleg egy klubot is irányít, ha azon múlik szerintem. Az MLS nem biztos, hogy azt mondaná, hogy ha ez lenne a deal, hogy akkor... De ez már nem olyan deal. Régen volt ilyen példa, mostanában ez nem nagyon szerintem, nem? Tehát, hogy párhuzamosan klubcsapatot is, meg válogatottat is, nagyon ritka már. Na, te mit vársz a mai meccstől, Norbi? Hát most mindezek után, amit elmondtam, akkor magabiztos győzelmet. Hát, nyerjünk, azt kész. Tehát, tudom, nem az eredmény fontos, ezt is elmondtuk, de hát azért mégiscsak, hogyha oda leülsz, bárki leül szurkolóként a tévé elé, vagy a lelátóra, akkor nyilván győzelmet szeretne. Visszatérve még röviden Kajzira, azzal egyetértesz, hogy a következő két meccsen is valószínű, hogy Gulácsi és Dibusz egy-egy meccset kap, és majd utána dönti el Márko Rossi? Hogy mi lesz? Egyetértek. Azzal is egyetértek, hogy nyilván az EB-n lesz minimum három meccsünk, és tehát egyiken biztos a Dénes fog védeni. Ne jöjjön közben senkinek sérülése, de nyilván ez a 2-1-es elosztás azért, mert egy szurkolótól is elhangzott, meg a Kajzitól is, és azt elfelejtettem mondani, hogy teljesen egyetértek, hogy nyilván a szakmai teljesítmény számít, de azért igen, a Dénes sem ment végig az EB-s elejtező, úgyhogy megérdemelné azért, hogy akár az EB-n is játszon legalább egy meccset. Szerintem ez a kellemesebb fejfájás Márko Rosszinak is, hogy van két jó kapus, és közülük kell eldönteni, hogy ki játszom, mintha csak egy kapusunk lenne, és akkor ki legyen a csere, és mi történik, hogyha a kezdő kapusunk megsérül. Norbi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, hiszen mész föl és írod percről perccel, hogy élőben mi történik ezen a találkozón, tehát természetesen a sportál.hu-t is érdemes olvasni, aki kint van a helyszínen, annak jó szurkolást, aki a tévé előtt nézi, annak szintén reméljük tényleg győz a magyar labdarúgó válogatott, és 13-ról 14-re lépünk. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak, a sporthíreket olvassák a sportál.hu-n, a korábbi adásainkat nézzék vissza a Sportál TV-n. Hajrá magyarok, győzzünk most is, viszontlátásra! Thank you.